Tisztelt elnök úr, rektor úr, kedves hallgatók és családtagok, szenátus, az egyetem oktatói, meghívott vendégek, polgármester urak, atya, lelkész úr. Nagy öröm, hogy itt lehetek az országos felsőoktatási évnyitón. Miniszterként jöttem, de inkább partnerként szeretnék szólni önökhöz. Mert partnereknek kell lennünk, önöknek hallgatóknak, az egyetemeinknek, és nekünk kormányzatnak ahhoz, hogy kihasználjuk, kiaknázzuk azt a potenciált, ami ebben az országban, ebben a csodálatos országban és népben lakozik. A magunk részéről, az állam részéről az elmúlt években rengeteget tettünk hogy olyan körülményeket hozunk létre, ahol önök arra a versenyképes tudásra szertehetnek, amit itt rektor úr és elnök úr említett. Az egyetemi szférában megnöveltük az alapítványi egyetemek költségvetését a két és fél szeresére. Képzeljék el, hogyha egyik évről a másikra két és félszeresére emelnék a fizetésüket. Óriási infrastruktúrákat fejlesztettünk, amelyek ma már az alapítványok tulajdonába kerültek, az alapítványok sáfárkodhatnak velük. És változtatunk a szabályozáson is, partnerként konzultálva az egyetemekkel. Hogy csak a önöket is érintő a felvételiről beszéljek. 2022-ben a teljes országban, a teljes felszoktatási szektorban 280 pont volt az átlagos bejutási küszöb. Az átlagos. Idén ez magasabb. Van olyan egyetem, ahol ennél jóval magasabb az átlagos bejutás. És azok a ritka példák, ahol az egyetemek megengedik, hogy alacsonyabb pontszámmal is bejussanak hallgatók, azok az egyetemek a saját Reputációjukat kockáztatják. Mi, az állam, mint az önök hallgatók és egyetemek partnerei, mi azt mondjuk, hogy ahol a lehetőség, ahol a legtöbb információ megvan, ott legyen a felelősség. És ezen az úton tovább is fogunk menni. Azért, mert mi a felsőoktatást nem költségvetési tételnek tekintjük, hanem befektetésnek méghozzá stratégiai befektetésnek. Ugyanazon a szinten, ugyanazon a polcon van a felsőoktatás, mint a családpolitikánk, vagy a vállalkozásfejlesztés, vagy mondhatnám a hozzám tartozó másik területet, a kultúrát. És azt kell, hogy mondjam, hogy vannak is eredmények. Idén 33 kal többen jelentkeztek, több embert vettünk fel a felsőoktatásban, mint az előző évben, és örömmel mondhatom, hogy a hallgatóknak 40, több mint 40 százaléka olyan szakterületre jelentkezett, mint például önök is, akiknek közvetlen és azonnali hatásuk van a reálgazdaságra, magyarán a magyar GDP-re, a magyar jólétre a következő években. 106 ezer hallgatót vettünk föl, 80 uk állami ösztöndíjjal tanulhat mert az állam befektetésként tekint önökre. Szerezzék meg a tudást, és legyen hozamuk a családjaiknak és a hazájuknak. Még egy dolgot meg szeretnék említeni, hogy jelentősen nőtt a felnőtt oktatásba jelentkezőknek a száma, ebbe beleértem a doktoranduszokat is. Az összes hallgatónak mintegy 20%-a felnőtt oktatásban vagy doktorandusként be. Ez nagyon fontos, mert önök is látják, hogy elképesztő gyorsasággal változik körülöttünk a világ, és amikor kijövünk az egyetemről vagy a középiskolából, akkor nem fejeződik be a tanulás. Folyamatosan tanulnunk kell egész életünkben. Ezek az eredmények azért lehetségesek, mert az állam által felkínált partnerséghez jó partnerekre találtunk az egyetemekben. De mit is jelent? Az egyetem részéről a jó partnerség, legalábbis az én szememben, a kormány szemében. Az első, hogy korszerű, versenyképes tudást adjanak a hallgatóknak. Amikor a hazai agrár beszélünk, akkor mindig néhány holland vagy amerikai egyetem jut eszünkbe. Abban a szerencsében van része az egyetemnek a szenátusnak és a tanári karnak, hogy nagyon pontosan megvan a mérce, hogy hova kell eljutnunk. Mi, mint állam, mint partner, azt nézzük, hogy az egyetem hogyan következik, mert akkor kapják meg önök, a hallgatók azt az értéket, amivel, ahogy elnök úr mondta, nemzetközileg is versenyképesek lehetnek. A második mérce, amiben jó lehet a szenátus és az egyetem, a hallgatók iránti vonzerő. Mind hazai, mind pedig a külföld irányában. Ugyanis valóban úgy van, azok a külföldi hallgatók, akik idejönnek, nem csak bevételt termelnek az országnak, hiszen ez az egyik legjobb exporttermékünk, hanem utána jó hírét viszik az egyetemnek, és ez az záloga annak, hogy ez az egyetem 100 év múlva, 200 év múlva, 300 év múlva is nagy reputációval rendelkező versenyképes egyetem legyen. És harmadsorban az innováció. Ugyanis nekünk magyaroknak, ugye azt gondoljuk magunkról, hogy leleményesek és eszesek vagyunk. Nem elégíthet ki bennünket csak az, hogy megtanuljuk az éppen mások által kialakított és kidolgozott új technológiákat, nekünk magunknak kell az érre elépnünk. Használják ki a lehetőséget, hogy itt az egyetemen, az önök egyetemén most már nagyon sok műhely van, ahol dolgozhatnak. És mi, mint állam, mint partner, mérjük azt, hogy hogyan alakul a publikációk aránya, milyen szabadalmak jönnek ki, és igen, hány vállalkozás bújik ki az egyetemi hallgatók vagy az oktatók munkája nyomán az egyetem köpönyegéből. És azon dolgozunk, hogy 2030-ra legalább egy magyar egyetem benne legyen a világ száz legjobb egyetemében és három egyetemünk pedig Európa száz legjobb egyetemében. És jól haladunk. Néhány évvel ezelőtt még csak hét egyetem volt benne, Magyar Egyetem, a világ felső százalékában, ma már 11 Nagyon remélem, hogy így, ahogy haladunk előre az időben, az az óriási lépés, amit a mate megtett az elmúlt évben, száz helyet ugrott előre a listákon, az folytatódni fog. A tudás és a kultúra önérték. De igazából csak akkor válik értékké, hogyha szolgálja a nagyobb közösséget. És ebben az államnak és az egyetemnek konkrétan önök a legjobb partnerei. Mert önök, amikor kikerülnek az egyetemről, akkor nem csak szaktudásuk lesz, hanem rendelkezni fognak szervezési képességgel hogy megszervezzék maguk körül a környezetüket. Készüljenek fel, önök a magyar elit részei lesznek. És az elitnek tagja lenni az óriási felelősséggel jár, mert egy csomó embernek a jóléte, munkája, élete fog múlni azon, hogy önök hogyan teljesítenek. Mikor beszélgetek különböző helyeken a világban, meg itthon is emberekkel, akkor vannak, akik azt mondják, hogy milyen lila ködök ezek. Hogy előre megyünk a listákon, meg világszínvonalak leszünk. Engedjék meg, hogy idézzek önöknek 1787. február 6-áról egy rövid szöveget, amit a Budapesti Állatorvos Tudományi Egyetemen Tolnai Sándor mondott amikor föllépett a professzori székre. Csak mondom, hogy 1787-ben Európában a Magyar Állatorvosi Tudományi Egyetem volt a harmadik. Volt egy Bécsben, volt egy Lyonban, és a harmadik Budapesten. Azt mondta Tolnai professzor, 236 évvel ezelőtt. Szívemnek soha nem is ábrázolható érzéssel lépek ma először a nyilvános tanszékre. És kezdek el egy olyan pályát, amelynek célja egy olyan ügyszolgálata, amely az én szeretett hazám jólétének leglényegesebb részét képezi. Ezt egy professzor mondta, de azt kell mondjam, vonatkozik önökre, hallgatókra. Az elit tagjai lesznek úgy készítsék föl magukat, hogy megfeleljenek ennek. Önök jelentik az ország jövőjét. Mert Magyarország csak gazdaságilag erős, kulturálisan magabiztos szakemberekből és családokból álló módon lesz cselekvőképes. A magyar jövő az önök vállán is nyugszik. És igen, ebben van partnerség az állam, az Egyetem és önök között. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy teret nyissunk, hogy pályát nyissunk önöknek, hogy megvalósíthassák álmaikat, és teljes értékű szakemberek lehessenek. Úgyhogy azt kívánom, hogy sáfárkodjanak jól, tanuljanak, kutassanak, bulizzanak, de bulikon törekedjenek arra, hogy tartós, mély barátságokat is kössenek kultuszminiszter is vagyok, ezért szeretnék egy magyar költőt idézni. Vörös Sándor azt mondta, hogy alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, rajtad múlik, hogy mit kezdesz vele. Sok sikert, egészséget, jó kedvet kívánok a tanulmányaikhoz, és minden az idén tanulmányait elkezdő magyar egyetemistához éljen a Magyar Agrártudományi Egyetem, és éljen a haza. Köszönöm, hogy meghallgattak.